A pályázattal ösztönözni szeretnék a fehérváriakat és a város intézményeit a kulturált és vonzó városkép kialakítására. Fontos cél az is, hogy erősödjön a fehérváriakban a környezettudatos gondolkodás és szemlélet. Az elsődleges célunk a közösségek formálása, illetve a megmozdítása a fehérvári társadalomnak, fehérvári lakóknak. Tehát nagyon fontos ebbe a pályázatba, hogy itt mi csak a növényeket, illetve a segédanyagokat biztosítjuk. A pályázónak, pályázó közösségeknek kell elültetni, és főleg utána gondozni ezeket a növényeket. 2013-ban ünnepel Székesfehérvár. Ennek kapcsán a növényekre pályázható összeg duplájára, 8 millió forintra emelkedett, hiszen fontos, hogy a város is ünneplőbe öltözzön az emlékév tiszteletére. Nem titkoltan az a cél, hogy öltözön ünneplőbe a város, legyen egy kicsit zöldebb, legyen egy kicsit virágosabb, legyen még élhetőbb, és ennek nem titkolt célja az, hogy ezen program keretében minél több közösség, akár iskolai közösségek, akár óvodák, akár lakóházak, társasházak jelentkezzenek, és kisebb vagy nagyobb tereket, a intézmények környékét próbáljuk közösen rendezni. Pályázhatnak a székesfehérvári lakótelepi társasházak, családi házak tulajdonosai és a városi intézmények is. A lakók és az intézmények az általuk kiválasztott helyszínen olyan növényeket ültethetnek, amilyeneket szeretnének, de a város főkertésze minden esetben szakmai segítséget nyújt a pályázóknak. Általában a pályázók már beírják, hogy kérnek szakmai segítséget, akkor ilyenkor fölveszem a kapcsolatot azzal a személlyel, aki megadja az elérhetőségét, és egy helyszíni bejárás során elmondják a kérelmet, hogy mit szeretnének, és ebben nyújtunk mi szakmai segítséget. A pályázatokat április 1-jéig várják, személyesen a Városgondnokságon a Szent Vendel utca 17/A szám alatt, vagy elektronikus úton a virágok@városgondnokság.hu címen lehet benyújtani a pályázatokat.